Helyi táncosok és zenészek műsorával kezdődött a felújított faluház átadása Decsen. A munka több mint 200 millió forintba került. A pénzből az egész tetőszerkezetet újra cserélték és le is szigetelték, ugyanúgy, mint a falakat. Korszerűsítették a fűtési és a szellőző rendszert, valamint a színháztermet is felújították. Biztatok minden polgármester kollégát, hogy lehet és kell is nagyot álmodni, hiszen nem sokára majd átadásra kerül Szedresen is egy nagy kulturális központ, és az is egy ilyen nagy álomnak a kereteiben fog majd megvalósulni. A decsi faluházat az 1980-as évek első felében adták át, azóta nagyobb fejlesztést nem végeztek az épületen, egészen idáig. Horváth István Tolna megye egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője azt mondja, a mostani beruházás eredményeként az épület nem csak a helyiek hagyományainak ápolását segíti majd, de Tolna megye jó hírét is tovább viszi a világban. Ez több, mint egy művelődési ház, hiszen nem csak egy-egy esemény, hanem itt az helyi civil élet, kulturális élet és közéletnek a szentélye van, hogy legyenek nagy álmok, hogy egy ilyen típusú szentélyekhez is legyünk előbátrak, és ezeket is tudjuk megújítani. A decsi faluház felújítására egy egyedi kormánydöntés biztosított forrást.